Idén új nevet adtunk a Városmegyei Színházi Szemlének. Szemle Plusz néven lesz ezentúl ez a rendezvénysorozat, ugyanis kibővült. Most már két helyszínen vannak előadások, és dupla annyi előadás van, mint eddig. Ez a két helyszín a Városmegyei Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér. Ezt a két színpadot, illetve színteret ugyanaz a csapat működteti, a Szabadtér csapata. Nem 6 előadás lesz, hanem 12 előadás idén, ezért is hívjuk Szemle Plusznak. Mert azt vettük észre, hogy most már évek óta teltházakkal játszunk, Csehovot, Shakespeare-t, nyáron, melegben, tehát jönnek a nézők, és jön a szakma is, és ezért gondoltuk azt, hogy akkor ez egy fő pontja lesz tulajdonképpen a 101. évünknek, ugye tavaly voltunk 100 esztendősek, és a szemlét fogjuk felemelni és kibővíteni, mert hogy igény van arra, hogy elhozzuk vidékről és határon túlról a tavalyi legjobb előadásokat. Éppen beszéltünk az előbb róla, hogy idéztem, hogy én zsűriztem, és akkor mit, és számogattam, mert tulajdonképpen ötödszört csinálom, én ezt nagyon örömmel vállaltam, mert olyan kevés helyre jutok el évad közben. Én nagyon jó néző vagyok. Ha én beülök egy színházba, én ahogy elkezdődik a színház, én elfelejtem azt, hogy szakmabeli vagyok. Ha nem jó, akkor én 10 perc múlva el tudok aludni, de látványosan. Ha jó, akkor úgy tudok örülni neki, ahogy csak a legjobb nézők vagyok. Ezért aztán nincsen semmi percem, én nézőként nézem. Meglepődtem, te nagyon megtisztelő. Nagyon sokat járok évad közben vidékre. Én nagyon szeretek vidéken játszani, de nem színházak van, hanem egyébként vannak előadások, amiket megyünk vidékre, szóval a vidéki közönséggel találkozom, de a vidéki előadásokkal nem. Úgyhogy pont ez volt a fő öröm, hogy egy ilyenben részt vehetek, hogy alkalmam lesz ezeket az előadásokat megnézni, és látni a kollégákat. Nyilván ez egy szubjektív döntés, hogy mi hat rám a legerősebben, vagy kinek a játéka, amit izgalmasnak és kiemeltnek találok. Gondolom, de aztán majd a többiek megmondják, hogy más szempontok is vannak, nem tudom. Még sosem kérdésztem, úgyhogy ez az első alkalom. Én amikor hallok szöveget, vagy olvasok szöveget, akkor nem tudom kikapcsolni a fejembe azt a valamit, ami benne van, hogy annak a minőségéről valamilyen véleményt formálja. Itt sem a társulatok, sem a színházak többségét nem ismerem. És én nekem az mindig hallatlanul izgalmas, mert egy ismeretlen társulattól, ismeretlen színészek előadásában látni egy darabot, az majdhogy nem azt kell mondani, hogy kétszer olyan izgalmas, mint egy régóta ismert társulat és ismert arcoktól látni valamit. Mert ha valakit először látok, akkor nekem ő az, aminek épp abban a pillanatban látom. Külön súlyt ad a szerepeknek. Úgyhogy erre számítok most is, hogy sok ilyen idézőjelbe téve elementáris élményben lesz része.